Sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdvözöllek benneteket a csatornámon. Ugye pont itt hagytuk abba ezt a végigjátszást, ezt a kis offroad játéknak a végigjátszást, hogy megpróbálunk kikecmeregni ebből a faszállító autónkkal erről a helyről. Nagyon kell figyelni, gyerekek, hogy itt már nagyon nagy súlya van az elvének, és nagyon kell vigyázni arra, hogy nehogy felborítsátok. Nagyon könnyű felborítani. Senki nem ajánlom azt, mivel nem fogtok tudni felkelni, az nem az a játék, hogy most nyomok egy kiit, aztán akkor feláll az autó. Ugye látjátok, Wi-Fi be van kapcsolva, és az összkerék meghajtás is ilyen sárban mindig bekapcsolva. Ez az. Itt még egy kis tolatgatás, ugyanott akarok kimenni egyébként, ahol bejöttem, ezért csinálom ezt. Ahogy mi? Így lesz a jó, jó. Jó, basszus, egy kicsit majdnem sikerült felborítanom, nem? Bírja ez még? Jó van, bírja, oké. És akkor irányba állunk. Nagyon jó. Formula verde rendesen. Kicsit azért borul. Ezelőtt itt én felborítottam. Sikeresen. Még egy kicsit hátrébb tolok. Talán így. Na, jó van, oké. Egyébként most ilyenkor jó érdemes az F1-re ránézni, és nézzük meg, hogy merre tudnánk eljutni leghamarabb. Hát én gyanítom, hogy csinálok egy útvonaltervet így. Nem, ez nem is jó, nem tetszik. Nem, ide. 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 Itt van valami tócsa. Új, itt nem tudom, itt el tudunk menni. Megpróbáljuk. Ide és ide, és akkor el. Eddig így megcsináljuk, eddig látható térképben, ugye meg lehet oldani, azt hiszem, hogyha ezekhez elmentek, akkor felszabadul a többi térkép rész is. De ugye ideig le kellene szállítani 8 darabot, ezt nem fogjuk megcsinálni, egyet leszállítunk meg, hogy megmutassam, hogy mégis mennyire jó a játék. Na, F1, menjünk vissza, jól van. Ugye itt tartottunk, mindig így meglepődök, hogy úristen, mennyire kurva jól néz ki ez a gép. Jó, nézzük meg a másik oldalt elfér, hát talán nem fog. Eléggé borulós a téma, de talán jó lesz, oké. Okay. Bocs, hogy rángatom a kamerát, itt szeretném megnézni, hogy félre rendesen a dolog. Jó, és akkor nagy gáz, nagy gáz. Ilyen helyeken ugye menni kell, mint az őrült, mert simán beáll a sárba. Nagyon realisztikus, rettenetesen realisztikus, nagyon tetszik nekem ez a game. Oké, okay, és akkor ugye elvileg GPS mutatja is, hogy merre kellene mennünk. Mondjuk arra, jó. Kicsit nagy a rakomány, nem nagyon látok tőle semmit. Ilyenkor egyes nyomtuk, és akkor ugye visszaáll egy ilyen normális kamera nézetbe. Jó, erre. Kicsit el vagyok vezve, hogy merre kell menni ám. Ránézik az F1-re. Én nem tudok itt tárolni szerintem, nem gyerekek? Itt át tudok vágni? Hát ez nem lesz egyszerű. Na mindegy, megpróbáljuk szerintem. Úristen! Ez beteges. Hát akit nem elégít ki ez a játék offroad örültet, az elmehet a picsába komolyan. Hát nézzétek. Mármint akinek nem elég ez az offroad örület egy játékban. Szerintem ennél jobb nincs. Na, ez hihetetlen jó. És nem az van ugye, hogy a vízbe nem tudtok belemenni, hanem az víz olyan szinte meg van csinálva, sározódik, látjátok, hogy megy be. Ajaj, ez veszélyes lesz, nézzük egy szembenézetet. Jaj, borul. És ez milyen autó egyébként? Ez egy... Volt a Csepel, meg volt az Ural, ez egy Ural azt hiszem, ugye? Ural volt a hatcheregben, szerintem az. Lehet, hogy megakadom. Nyomjuk. És nem bír kijönni. Elássa magát. Elássa magát. Kurva. Na, egy kicsit visszaengedjük. Fel fogunk borulni. Vissza kellene tolnom, nem? Gyerekek, ez nagyon durva. A pótkocsi az gyakorlatilag benne van a fal sárban. El nem hiszem, hogy ilyen játékot tudtak csinálni, rettenetesen jó. És fel fogok borulni. Basszus.
Na hát ez ha kijön innen, akkor én leszek a pápa szerintem. Kicsit ugye szerem erre. Attól félek, ha arra szerem, akkor felborul, és fel is fog borulni. Ez nagyon beleállítottam ide, úristen. Borzalmasan jól néz ki ez a játék. És ez a fizika. És az a jó egyébként, ugye, hogy itt kivágtatok el a sárt már, az ott ugye nem kerül vissza általában, az ilyen keményebb sár, és ott tudtok így manőverezgetni, hogy hátrébb borultok, és akkor ott már nem kell kivágni a keréknek a sarat, és lehet, hogy nyilgázon megpróbálni, hogy hátra kiugrat. De ez nem, ezt egy nagyon belevágtam így a sárba. Ahogy meg kell próbálnom kijavickélni minden. Erre itt fel. Hát ez a hülye fenyőfa. Majd azt mondtam karácsonyfa. Na, hát ezt itt szétdogonyáztam keményen, nem? Kijön ez, kijön ez. Á, nagyon nagy súly van ott. Ki kellene tolnom valahogy hátra egy kicsit. Basszus, rettenetesen durva. És akkor erről szól a játék is, értetek igazából, de még hogyha csak annyit lenne az egész, hogy itt kell kacskaringózni, én azzal kiegyeznék, nem hogy küldetéseket csinál, de hogy még küldetéseket is raktak be. Hát lehet, hogy nem erre kellett volna jönni, ugye? Az a baj, meg van tűzve a pótkocsim, és nagyon... talán itt, menj ki, léci! Nem akar, nem akar, minden be van kapcsolva a gyerekek, hogy izé a... minek nevezik? Ott ki tudok menni arra esetleg. Hú, összeér a kereke a... és most már tényleg belálltam ide. És az összes beznyálmat elnyomom arra, vagyis gázolajonat, hogy itt küzdök. És most felborítom a másik irányba. Apám, Kavi! Ez nagyon durva. Hát ide szerintem ennyi volt, de látod, legalább megmutattam a játék fizikáját. Itt fel fogok borulni biztos vagyok, mert nem is tudom, szerintem a sár tart még, hogy nem borult fel a verbe. Iszonyat durva. Itt az dögje volt, ide belevette. Nagyon kevés. Nem akar kimenni, nem akar kimenni. Jól van. Ilyenkor egyébként tudtok egy olyat csinálni, hogy F1, és az a baj, hogy csak a garázsba vissza tudtok ide venni. Nem ezt akartam. A garázsra kattintva. Oké. Okay. És te ugye a szállítmányt elbuktuk, tehát akkor gyorsan belehúzunk. Hoppa hoppa, ha már a garázsba vagyunk. Ugye mindig meg kell nézni, hogy nincs valami fejlesztés. Ó, hát igen, ez miatt nagy kerekek. Széles gumik már mindjárt jobb. Jó. Oké, okay, és akkor húzzunk bele. Széles gumikkel szerintem már menni fog a dolog. Hát ez volt a baj, lehet, hogy vissza kellett volna jönni garázsba ilyen terepgumikért. Ugye utcai gumik voltak a Verdán. Ezzel kell a telefonunkkal már biztos vagyok benne, hogy jobb lesz. Viszont ugye nagyobb a súlya is, látjátok, hogy már első ilyen. Ez hihetetlen, nem? Biztos vagyok benne, ugye, hogy keleti játék egyébként. Retteltesen jól tudnak a keleti fejlesztő cégek hangulatot kölcsönözni egy játéknak. Retteltesen gyönyörű ez a játék, és nagyon hatásvadász ez a ez az off-road dolog itt. Na, kapcsolok én neki egy diffit is, mivel még itt is rendetlenkedik ekkora sárban is. De biztos vagyok benne egyébként, hogy arra kell megoldanunk azt, csak ugye lehet, hogy a széles gumikkal már el fogod kevickélni, míg az utcai gumikkal nem nagyon volt esélye szegénykének. Jó, oké. Milyen, már a futóműnek a lengés csillapítói már mennyire életűek egyébként. Mindenkinek ajánlom tényleg a játékot, nem is tudom, pár száz megás játékról van szó. De aki kihagyja, az nem játszott még offroad játékkal. Nem erre menjünk. Lehet, hogy jó lenne megfordulni már üresen, ugye nem rakottam, kellene forgolódnom. Kicsit próbálom kerülni a
mélyebb részeket, sarat. A drótkötelek minden így lengeven az járművön, hihetetlen. És egyébként rettenetesen jó a törésmodell is. Törtem össze már járművet, kipróbáltam. Bukfenceztem vele, és ugye teljesen le is amortizálódik. Na, hol vagyunk? Hol vagyunk? Messze vagyunk még? És megállok én itt, talán innen el tudunk indulni. Ó, hát, biztos elindul ez. Itt be tudunk menni még balra is. Jó, menjünk akkor be balra. Az ember nagyon bele tudja képzelni magát az ilyen erdei melósoknak az életébe. Ezt nem is tudom, volt ilyen volt Cutter szimulátor talán, vagy ilyesmi nem. Hát az közelében nem ér ennek a játéknak. Mármint az hangulatához, hogy ez lesz, hogy visszaadja az ilyen erdei dolgokat, nem? Még merre tudok elmenni egyáltalán? Na itt el kell balra fordulnom, hát ez egy kicsit szűkös lesz. Ez a fa az nagyon megsínlette. Na jó, hát ez így van, bocsánat. Bocsánat, fák. Na, nem fordulok. Az a baj, máshol nem tudok kimenni. Mindenképp itt kell megrakodnom, és itt kell megfordulnom. Na, megrakodok szerintem. Nem jó helyen vagyok. Még, és akkor most jó lehet is. Oké. Okay. Na mindegy, egy kicsit talán megpróbálok belehúzni, hogy gyorsabban forduljak. Egy évben meg tudok itt. Nem lesz egyszerű egy évben itt körbe nyomni ezt a gépet. Próbálom úgy fordítani mindig, hogy lássak, hát ezzel fel fogok burítani a maximum, nem? Jó, nem. Simán egy évben megfordul, ez jó. Elfér a leje? Ahogy nem akarja mutatni ezt. Hoppá, hát úgy látom nem fért el. Jó, oké, el vagyunk férve. Oké. És akkor rá is tudunk vissza itt fordulni. Na hát megint sajnálom, de meg kell szabítanom a gameplayt, mert rettenetesen hosszú lesz. Bocs érte. De hogyha esetleg tetszik, meg nekiugrunk még egyszer annak a átkelős, mocsaras átkelőnek, és megpróbáljuk leszállítani ezt a rakományt, mert azért annyira nem vallhatunk szégyent. Szóval köszi, hogy itt voltatok, ha tetszett a videó, akkor csatlakozzatok hozzám még tovább, és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!